A bíróság tehát megállapítja, hogy a tárgyalás megtartásának nincs a törvényi akadálya, a bíróság a tárgyalás megkezdi. Az a kérdésem, hogy a vádirat ismertetésre került az előkészítő ülésen, kérik-e a vádirat ismertetését, a vádot? Köszönöm. Jó. Előkészítő ülés volt kizárólag az ügyben, tehát tárgyalás nem, így a tárgyalás megismétlése értelemszerűen nem szükséges, nem értelmezhető, de a bíróság a 12-es szám alatt előkészítülésről készült jegyzőkönyvet röviden ismerteti. Azt már említettem, hogy a sajtóképviselő jelen volt a védő helyett, dr. Hankó Anett ügyvédő volt jelen, érdemét tekintve a vádlott, tehát nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról, bűnösségét nem ismerte be. Elmondása szerint azt, hogy a vádlott videókat feliratkozott videót tart a azt, hogy ő feliratkozott videókat készített volna a hazugság, egyébként azt nyilatkozta, hogy kíván a bevallomást tenni. Indítvány érkezett az ANTS megkeresésére, hogy milyen mellékhatások merültek fel az oltóanyaggal kapcsolatban, és megállapításra került a védőidi. Egyúttal bejelentették a tanúk idézési címét, illetve a tanúbizonyítási indítványait a védelem megtette. Most ilyen bíróváltás miatt is már az előző bíró megidézte a tanúkat, ezt a jelen bíróság is betartotta, de igazából a védelem nem nyilatkozott arra, hogy mit kíván majd bizonyítani a tanúbizonyítási, a tanúkidézésével, tehát a tanúbizonyítási indítványokkal, mit kíván alátámasztani, tehát ellenlatkozóan nincs a beadványban nyilatkozat, ezt esetleg nyilatkozva-e a... Jó, szélesen nyilatkozni tekintettel, hogy helyettes jártál akkor, és onnan konzultált egyébként a terheltel, hát ennek ismeretében történtek a helyzetnek a személyeknek a megjelölése, így ha nem sértem el a bíróságot, hogy kell legyen kérdés a vádlottól megkérdezni, hogy a egyes tanok milyen mozzanatra tudnak, hogy mi ez a lényegi jelen, amire vonatkozol, volt ez a bizonyítási indítványért, vagy valaki esetleg egy pár percet, hogy én megkérdezem, de azért tartom fölöslegesnek, mert nyilván a közvetlenségek alapján megismerve a bírókat is, tehát nagy valószínűségektől miért tetsz kérdezkodni attól, hogy most itt rövid utóbb elterítjük, hogy a tanúbizonyítási milyen célt szolgál. Persze, úgyis a vádlott bevallásával kezdjük a bizonyítás eljárását, illetve kérdeztetek a vádlottnál is, amennyiben szeretnek konzultálni a vádlottal, a bíróság engedélyével rendesen megtehetik. Amennyiben a vádlott most vagy később szükségesnek tartja, hogy is a bíróság egyet arra figyelni, hogy nyilván megtörténetek között kellek lehetőség van. Én azt gondolom, hogy egyébként is a vádlottól megkaptam azt a beadványt, amit én akkor a bíróságát álláspontját szerintem nagyon tömören kifejti. Én azt gondolom, hogy talán akkor járok el legetikusabban, ha azt mondom, hogy akkor a vállalat nyilván semmitől nem zárkozik el, teljesen nyugodt, hogy a kontradiktórius eljárásban vagyunk, akkor ha egyetért a tisztelőság kivezetését, tárgyalás menetét, akkor hallgassuk meg röviden vádlottat, és akkor lehetőség szerint én is, meg mindannyiunk is jól lesz, hogy többre fogjuk még inkább látni a tényállás vonatkozásában, vagy az egyes tényállások vonatkozásában, amire gondolt. Tehát konzultálni vádlottat is érzem, hogy kíván esetleg a védővel konzultálni? Jól elmondta, tehát én átadtam neki az én álláspontomat, azokat, amit összegyűjtöttem anyagot. Akkor ha megengedi, igen, ezt előzetesen átjutanám, hogy jónak, hogy gyorsan hossak. Jó, tehát ez kivonata annak, amit először beadtam. Jó. Csak egy rövid. Jó. De nekem igazi érték, azt kérdőm, hogy mondtam. Ja, tudom én is. Mert 2023. október 27-én egyébként nyújtott be egy adványt a vádlottnak. Egyetlen csak annyit kérdeztem, hogy szükséges ezt felvételre rendelnem a védővel való konzultációja érdekében, vagy pedig. Nem, köszönöm.
akkor bíróság a bizonyítási eljárás a vádlotti hallgatásával megkezdi. Ezt ebben kívánja nyújtani most? Jó, én úgy gondolom, hogy ez nagyon szépen össze van rakva a vádlotti védekezés szempontjából. Ha esetleg, hogy az ügyész mű is ezt meg is fejlősnek tenni. Van még egy hogy? Mindjárt bemutatom, de szerintem ez nagy részt ez bevancsolható, ez 2023-ban. Nem tudom, mert a bíróságos van, ezzel meg bíróság is ügyés. Igen. Ez egy rövidített kivonata a lényegről. Jó, bemutatja az eljáró bíró változóság részére, és beismertetni is fogjuk a vádlotti hallgatását követően, tehát szíveskedjen akkor ide közénk ráállni. Mondtam a bíróságokra a vádlotti hallgatásával tesszük megkezdni. Személyes adatairól már korábban nyilatkozott. Tessék! Jó napot kívánok! Köszönöm. Egy személyi igazolványt a szintetre szíveskedjen adni. Tehát jegyzőkönyvezzük, hogy 9 óra 30 perckor megérkezett a 9 óra 30 percre idézve. Meg szívesen elgondolkodsz azon, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a sajtó kép és hangfelvétel készítse önről, mert az összes egyenként vállalkozni folyosón majd fogja szólítani a bíróság. Tehát félzőmás követően adomat elmondja a bíróság bizonyítás eljárás, tehát Dávid Sándor vádlott dolgatásával folytatja, tehát korábban már nyilatkozott a személyi adatokról. A bíróság egyezteti a személyi igazolványt, illetve a rendelkezés álló adatok alapján. Személyes adatokat. A személyi adatokban változás történt? Nem. Az idézési címében. Nem. Tehát idézési címen, még egyszer, idézési és értesítési címen. Ezt sikerült fejben. Katona volt-e? Voltam. Milyen fokozata volt? Magam még. Büntetve volt-e? Nem. A más büntető eljárásban ellenezve a folyamatban ezen az eljárásban? Nem. Bíró ismerteti a vádlott erkölcsi bizonyítványát a bírósági iratok 11-es sorszáma alól, és megállapítja, hogy a vádlottal szemben jelen eljáráson kívül más büntető eljárás nincs folyamatban, büntetesség nyilvántartásában nem szerepel, büntetlen élethátrányos következmények alatt álló nyilvántartásban nem szerepel. Van-e a személyi körülményekkel kapcsolatban kérdése, hiszen az ügyészségnek védelme? Betegsége van. Nem volt egy három tartoson, hogy különböző betegség? Leginkább igen. Milyen három infarktuson volt. Infarktuson? Hát jó szerzett rá? Hát hogy megkezd? Hány mennyi volt szerzett napi szinte? Azt mondja, egy, kettő, három, négy, a minimum, amit veszek reggel, és még este kettőt. Tehát akkor például, és ez napi szinten? Jó, tehát akkor napi szinten körülbelül 6 éve gyógyszerszer. Ezeknek egyébként a kiadása mennyi hónapban? Mennyi kiadása részt lezártak csak egy hónapban? Szerintem megmondani, mert ugye egy 3500-ba kerül, de az mondjuk 2 hónapig elég, tehát most így nehéz összeadni. De nem tudom, hát egyik 300, másik 200, most azt mondjuk, nem tudom. Tehát úgy tudom, hogy már 2-3000 forint körül van. Az a kérdésem, hogy mentális megbetegedéssel van-e a pszichiátriai osztályon kezelték-e korábban? Nem. De pszichés gyógyszereket azt szeret? Nem, semmit. Egyéb kérdés. Köszönöm. Bíró megkérdezte értem, mert nincs. Mutatottan tudsz kérdezni valami. De akkor az... Szóval szanaszok néha szeretik. Hát az is összegyűjtő szeret. Akkor a 7, a 6 az
két. De diagnosztizálva nincsen mentális megjelenés? Ja, nincs, nem. Azt a körtebe írtak el még elejével, hogy jól tesz. Jó, akkor szívesen érte, ha más kérdés visszatér, és azt mondjuk, hogy milyen kapcsolatban, akkor szívesen tép a valamását megtenni a cselekménye összefüggésbe, ami történik, amit el tudom mondani. Az legjobb összesen kijelenteni, hogy semmilyen bűncselekmény nem törtem el. Az előadott áldott felolgatott. Kedves Ásadó, ezt mondja, szóljuk a edzőkörnyezetű kollégának, hogy nem kell írni, mert ez le van író. Tehát csak kétszeresen lenne leírva. Tehát ha betetszik fogadni az iratokra. Mert most már meg olvassa? Azt, amit olvassa. Amit én olvassam. Oda most az ügyét, jaj, jó, akkor úgy jegyzőkönyvezzük, hogy, akkor persze, hogy akkor a védelem becsatolja a vádlotti vallomás, melyet eljáró bíró jegyzőkönyvhöz csatol, és akkor a vádlott a jegyzőkönyvhöz csatolt vádlomást ismerteti vádlotti vallomásként. Köszönöm. Igen. Tehát ugye az ellenem feladott vádak teljes mértékben alaptalanok, korholtak és tényszerűtlenek. A vádiratban tisztelt ügyészség két fő vádpontot fogalmaz meg. Az egyik az, hogy rémireket terjesztette, a másik az, hogy olyan videókat osztottam meg, amiket én feliratoztam. Estig nem? Jó, csak tehát ugye konkrétan erről van szó. Kezdjük a másodiknál. Tehát, hogy a videó feliratozás. Van az ügyészségnek bármilyen bizonyíték arra, hogy videókat fordítottam, és azokat feliratoztam? Bármi. Ez kérdés volt? Igen. Nem. És nem tehetek fel kérdést? Nem, az ügyészség igazából nem kérdezhet az Nincs. Tehát nem lehet, mivel soha nem tettem ilyet. Ezt a vádpontot bukták. Egyébként sem bűncselekmény egy videó feliratozása. Ha csináltam volna most. Nézzük az első vádpontot. Tehát az alkotmány bíróság határozata egyértelműen kimondja, hogy Dávid Sándor semmilyen bűncselekményt nem követett el. Rémhírterjesztést, idézem, rémhírterjesztést csak akkor lehet megállapítani, ha valaki nyilvánosan hazudik arról, hogy valami a valóságban megtörtént-e vagy sem. Nem tartoznak ide a vélemények, vagy a helyzetet értékelő nyilvános közlemények. Itt megemlíteném, hogy a magyar kormány tevékenységéről egy cikk sem jelent meg. Azaz nem értékeltem, hogy a helyzetet miként kezelték. Külföldi, főleg amerikai újságírók cikkeit tettem közzé. Tehát ugye ez nagyon fontos, hogy amerikai újságírók cikkeit tettem közzé. Tehát ugye van egy olyan határozat, ez a 15/2020 8.8 alapú határozat. E határozatban az Alkotmánybíróság ehhez az új törvényi tényálláshoz fűzött alkotmányos értelmezési követelményt, amelyben a bűncselekmény szubjektív oldalát a szándékosság megállapításának feltételeit konkretizálta. Ez szerint a BTK 337-es paragrafus 2-es bekezdés értelmében és alkalmazásánál az alaptörvény 9-es cikk 1-es bekezdés, 28-as cikk 4-es bekezdés alapján alkotmányos követelmény, hogy a szándékos bűncselekmény csak az olyan tényközlésre terjed ki, amelyről az elkövetőnek a cselekmény elkövetésekor tudnia kellett, hogy az hamis, vagy amelyet maga torzított el, és amely a különleges jogrend idején védekezés akadályozására vagy megjósítására alkalmas. A mai napig hiszem, tudom, hogy a megjelentett cikkek úgy igazak, ahogy annak idején megírták azokat. Továbbá. Ez addig kiemeli, hogy az elkövetés idején vitatott és csak a későbbiekben hamisnak bizonyuló
tények közlése nem vonható a BTK 33-as paragrafus 2-es bekezdésének hatája alá. Így, ha a közlés követően derül fény a vitatott tény valótlanságára, akkor a tényállás valótlansága az elkövető számára még nem ismert, mert így szándékossága hiányzik. Tiltás a tények kritikája, a kritikus véleményekre és általánosságban a közéleti vitákra sem vonatkozik. Közhatalom gyakorlókinak intézkedései kritika tárgyává tehetik, bírálhatók. Itt le van írva egyértelműen szerintem. Az, hogy a rémírterjesztés a leírtak szerint megvalósult-e, hatóságnak kell bizonyítani minden tényállás elemre kiterjedően. A BTK 33-as bekezdés tehát a büntető jogi dogmatika alapján sem alkalmazható általánosságban a közéleti viták tartalmára. A közhatalom gyakorlóinak intézkedései kritika tárgyával tehetünk bírálatok a BTK szabálya a tiltott közlést, a védekezés eredményességét akadályozni vagy megismerni képes valótlan információk körére szűkíti. Különleges jogi az idején ugyanez következik az alaptörvény rendelkezésétől is. Tiltás tehát csak tudottan, valótlan vagy elfentett tényállításokra vonatkozik. Kritikus véleményekre nem. Összefoglalva ez a BTK 335-ös kettes bekezdés szerint rémhírterjesztést a közlések szűk körére vonatkozik. A tudottan hamis vagy elfelejtett tények nagy nyilvánosság felé közvetítését tiltja, de csak akkor, ha az különleges jogének idején legalább a védekezés akadályozására alkalmas módon történik, így az nem terjed ki a demokratikus közvélemény alakításához szükséges szabad tájékoztatására. Szabad tájékoztatás. Álláspontom szerint ezek a cikkek csak egyszerűen cikkek, hírek, alternatív hírek. Hírek és nem rémhírek. Nem érdekel, tehát hír. Bár nem tudok olyan rendeletről, jogszabályról, amelyik a fordítás idegen nyelvről magyarra tiltaná. Összegezve tehát a rémhírterjesztés bűncselekmények új változatával kapcsolatosan az alábbiakat kell kiemelni. Ez is a törvényből van ki másolva. A jogalkotó csak a tényállást, illetve annak híresztelését, továbbadását rendel büntetni. Következésképpen az nem vonatkozik véleményekre, például a kormányintézkedési kritikának járványra, mint közügyre vonatkozó közéleti vitába kifejtett vélemények. A tiltás csak valótlan információkra vonatkozik. Közlésnek alkalmasnak kell lenni arra, hogy a védekezés eredményességet akadályozza, vagy meghiúsítsa, de sérelemnek ténylegesen nem kell bekövetkeznie. Rémhírterjesztés bűncselekmények csak szándékosan lehet elkövetni. Azaz nem tiltott, ha gondatlanul a tények megfelelő ellenőrzésen nélkül jóhiszeműen közzétett valótlanság. Egyéb iránt minden oldalon fel van tüntetve felhasználási feltétele. Mi szerint? A megosztott információk és vélemények kizárólag tájékoztató jellegűek. Beleértve teremtizálóan a szöveg, grafika, képek, egyéb anyagok, amelyek nem minősülnek orvosi tanácsadásnak vagy utasításnak. Az említettek nem helyettesítik a szakszerű orvosi tanácsadást, diagnózist vagy kezelést. A cikkben kifejtett nézetek és vélemények a szerzők nézeteit és véleményét tükrözi, és nem feltétlenül tükrözi ennek a weboldalnak az állásfoglalását. Az oldalon megjelenő cikkek, írások internetről vannak összegyűjtve, nem saját szerzemények, ezért azok tartalmáért semmilyen felelősséget nem tudunk vállalni. Cikkek és egyéb anyagok az oldalunkon csupán oktatási, szórakoztatási célokat szolgálnak. Minden látogató saját felelősségére használhatja fel az itt olvasott tartalmat, leírásokat. A feltétlenül figyelembe vétve a bíróságot,
hogy szintesse be az eljárást, mert ez megalapozottan vádelmenés és bűncselekmény hiány miatt. Ezt ki kívánja még egészíteni, vagy kérdezhetek? Nem hiszem, hogy ezt tovább kéne. Akkor kérdezek, volt-e ő covidos? Nem. Nem volt emiatt kórházba? Elég. Elég. Tehát ugye 22. október végén van, amikor november 1-jelől egy picivel nem sokkal. Volt egy hátsó füli problémám, ez a BPR, vagy BP, mindegy, betegség, amikor iszonyúan szédül az ember. Tehát ugye van ez a, hogy mondják ezt? Egyensúlyzat, ilyesmi. Ezért én hívtam a mentőt, mert már nagyon rosszul voltam. Ez a mentős csinált egy gyors tesztet. Erre bejöttek a valami klinikára. És ott nem csináltak meg semmit. Befektettek a covidos elfekvők, és ott hagytak. Másnap jött a főorvos, hogy majd kiengedj, mert tényleg semmi bajom nincsen. Ugye ott fárkogtak, köhögtek, ott meg is haladt mellettem egy öreg. Tehát végignéztem a halálát másodpercre, ahogy száll ki a lélek emberből. És utána szombaton azt mondtam ügyeletesnek, hogy bocs, én ebből nem kérek, és haza akarok menni, és akkor kitűznek, hogy haza mehet. A záró jelentésemben a fül egyensúly zavaromról egyetlen egy szponzoros azt írták, hogy ilyen covidos, meg olyan covidos, viccel egész. Semmi tárgya. És mikor volt ez pontosan? 21. Mindjárt összerakom. Szerintem 21. október 23. lesz. Ez a 24. vagy így. 21. első fél éve, vagy második fél éve? Október. Tehát ősz. Ősz felé. November 1-jel. 2022-es jövőről beszélt el. Lehet, össze kell adni, mert tehát a barátom az öngyilkos lett a szerencs áldozatában a bezárás miatt, de és akkor a 21-re volt, nem utána a kedvenc macskám is, őskám is meghalt augusztusban, és mielőtt kaptam, hogy szerzett, hogy kaptam egy új macskát, akkor ez 21-re volt. És mikor összehagyta azt? Mondom, hogy október végén. November 1-ig a halottak ünnepe előtt. Úgy jött ki, hogy hétfőre esett a elsője. És nem akartam belenni 4 napot semmire. És amikor bemondta a kórházba, akkor mit gondolt, hogy azoknak az embereknek mi a problémája? Mert jelentett, hogy hátok? Nem vagyok orvos elnézést. Mondom, hogy nem. Azt mondom, hogy mi vagyok, hogy öregek voltak ott, megnyugtam. Fogalmas. A honlapján, hol van, amit jelentett, hogy fel van üntetve, hogy ezek a cikkek, vagy ami a honlapon megjelenik, az emlékezi a megoldalásra, és ez hol van feltüntetve a honlapon pontosan? A felhasználási feltétlenül. Tehát egy külön fájl van, egy külön dokumentum van? De, hogy ez egy külön menő alatt, hogy ő. Ez alapvető követelmény. Nyomozás során tett egy vallomást, én láttam, bíró ismerteti a nyomozási iratok közül a vádlott 2021. január 28. napján tett vallomását. Elmondom ilyen, hogy önösításban foglalt ciklókban megjelent az említett oldalon, és minden tartalmazta az idézett szövegrészeket. Ja, pénzikertes.
PCR-t esetre túlmányítva. Jó, pontos egyszer a gondolom, hogy a gyanúsítás van a 2020 szemben napján megjelent cikk képesztő gyanúsítás tárgyát. Nevetséges. Elmondhatok mi? Még pillanat, hogy ilyen esetetem is utána nyilván is szövédezik. Tehát a gyanúsítás a foglalt cikkorúban megjelent az említésokból, és innen tartalmazta az idézett szövegrészeket. Úgy gondolom, hogy amit az oldalon közé tettem, az valós tartalom. Alapkérdési művel foglalkozik, segítek különböző weboldalak szerkesztésében, összeállításában, otthonról, a tőlem befoglalt asztali számítógépről dolgozom. Csak a bitamin.hu oldalazok meg a tartalmányt felerősödjük, a többi weboldalon a kérőfél adja a tartalmat. Az oldal, mármint hogy a bitamin.hu-t csak én szerkesztem, úgy üzemeltetem, mint teszek közé rajta található tartalmakat. A domain nevet is én regisztráltam. Igyekszem napi szinten frissíteni az oldalat. Az azon található politikusan összefüggő tartalmakat hivatalos külföldi oldalakon gyűjtök, például üvegtigeikkel, ahol gyanúsításban megtetszikkel is találtam. Ezen kívül még 4-5 másik oldalat is szoktam nézni, nem jutom most eszembe a nevük. Azt, hogy külföldi oldalakon, amiket olvas megérdje, azt választott, hogy nem beszélek angolul. Olyan cikket találom, hogy utána mindössze kapcsolatos tartalmakról Google fordítóval, magyar nyelvre fordítom, és ha valóban érdekes, hogy fontos információt tartalmaz ki másolom a fordítóból, nyelvtanilag kegytelen szavakat, mondatokat kiadom és közé teszem az oldalon. El kívánom mondani a külföldi oldalakra kapcsolatban, hogy azokon több, akár állami oldalakra is, gólos vagy BH-os hivatkozásokra mutatnak, KSH statisztikákat tartalmaznak, tehát valós tartalmúak. Egyetértek, a cikk már foglaltak, úgy gondolom, hogy olyan hivatalos oldalról származik, amelyet állami és világszervezetekre hivatkozik, ezért igaz lehet. A bevételre csak a reklámok miatt van némi bevételem az oldal üzemeltetéséből, akkor kizárólag én részesülök. A bitamin.hu weboldalnak van közösségi oldala és a Facebookon, a Bitamin Egészség magazin néven található. A közösségi oldalt is csak én szerkeztem, én teszem közé a tartalmakat. Szeretném mondani, hogy a bitamin.hu oldalon megjelent tartalom az én szabad gondolatom, véleményem. Amit olvasok a külföldi oldalakon, azokról úgy gondolom, hivatalosan alátámasztott tényeket állítanak, és mivel utaznak vélem, ezért szerintem nincs az alatt, hogy azt megosztom. Én nem terjesztek lényét. A világ is mostanában adta, hogy a PCR teszt nem egy diagnosztikai teszt, hanem egy eszköz, amelynek segítségével diagnosztikát végeznek. Ezen vallomását fenntartja? 100%-ig. Jó, kívánj egy ilyen szinten egy kurzus. Tehát annyit elmondanak egy mondat összefoglalva azt a egy bizonyos cikket, amíg az aranyőrségügyek jött, ez a PCR teszt esete Tóth Marival. Nyilván Tóth Marit én tettem hozzá, mert nagyjából ez egy hasonló szituáció volt az eredeti angol cím is. Tehát a PCR teszt esete mitől mivel, és nekem úgy ez beugrott Tóth Maritól. Tehát összefoglalva az angol szót, amikor kimondom, nagy betűvel értem, jó? Tehát amikor angol újságíró azt írta le az angol online újságban, hogy az angol kormány hamis PCR teszteket vezetett annak érdekében, hogy beoltathassa az angol polgárokat. Ez a rövid összefoglaló. Ebben mi a gond? Nem értem. Tehát egy angol író, újságíró. Hát és hogyha én egy gyilkosnak a szavait leírom az oldalon, ugye, és ő egyes személybe, első személybe beszél. Leírom, én nem vagyok gyilkos attól, bocs. Hát én egy online írói portálnak a szerkesztője vagyok. És mi történt? Akkor ezeket a amikor a vállalat is hivatkozik, akkor ő végül is ezeket az angol honlapokról letöltött telefonokat, és nem osztotta meg ezeket. Igen, mindenki Facebookon bárki megvett. Az a kérdésem, hogy itt valamásában a titomin.hu-ról volt szó, hogy a beszkérdetés.hu honlapról is összerekeztek. Igen, tehát hogy olvastak, hogy itt bizonyos bevételen számolt a Google hirdetésekkel kapcsolatban. A Google akkor megmondta ezt a lehetőséget. Tovább kellett minden. Tehát ugyanazt a oldalt vittem tovább, már dominé volt a beszélgetés, és egy rövid volt, illetve volt a... Mit tudom, már nem tudom, hogy... Jó, értem, hogy ez egy oldal, ami megváltozott... Ami költözött
így van. Tehát ugye muszáj volt, mert abban az időben, tehát 21-ben a Google még nem, hogy is mondjam, hogy nem mondtam, nem tetszett neki ezek, amik megjelentek. Amikor a Pokol a Földön oldalon megjelent, ott meghajálta, sőt, mindenhol én voltam az első, bármint beírta ezzel kapcsolatban, és akkor már tetszett neki, mert rengeteg hirdető, tehát relevánsra találta az oldalon a saját hirdetésére. Nem tudom, érthető, amit mondok. Tehát tetszett a hirdetőknek, tehát akik fizetik a hirdetés megjelenéséért, hogy az én oldalon is megjelenjen, mert nekik ez nagy bevételt jelent. Tehát nagy nézettsége volt akkor a... Igen, igen. Jó, és akkor igazából ez a veszhirdetés.hu, illetve a vitamin.hu, a pokolaföldön.hu, ez valójában egy és ugyanazon gondol, csak változott a címe, mert tárhelyet kellett váltani? Domain nevet kellett váltani, hogy a Google-on, ahogy tudjak talán pénzt keresni. De ha kell megmutatni, hogy mennyit keresek ma egy pillanatban. És akkor a naturálban az info? Az is. Jó, hogy nem jöjjött. Jó, tehát akkor lényegében ezek mind tartalmat tekintve egy oldal kellettenek. Konkrétan átad másról egyik a másikra, a tartalmi része, ami a külön van, másként nézve. Tehát akkor önszerkesztett ezt a... Én sem. Jó, és ennek a tartalma azon a számítógépen volt, amit a tőlem, tehát a befoglaltak a tőle számítógépet? Nem, azon nincs semmi. Ha nem, akkor hogyan? Hogy az a szállási szolgáltatónál lévő tárhelyen van fönt a tovanyag. Jó, de töltötte föl? Hát persze, tehát az én számítógépen maximum a kép egy a cikkeknek, meg másnak is. Tehát nagyon egyszerűen elolvasom ugye az angol oldalt, amit nem egész meg Chrome-ot használom, az egyben magyarul hozta, vagy az így is. Elolvasom, azt mondom, hogy ez megéri, hogy berakjam, fogom, lementem a képet, lementem az angol szöveget, azt fordítóba teszem online fordítóba, megvan, nagyon átnézem, hogy mégis jó van, hogy a fordítás, és kiteszem az oldalra. Az én számítógépen annyi köze van, mint a filmnek, tehát semmi. Szeretettől a tárhely szolgáltatóknak ezért a lehetőségért, hogy honlapot szerkeszted, hogy megjelentetted? Hát persze, éves díjjal. Hogy... Ezt kizárólag ő fizette? Igen. Tehát ebben a következően kizárólag ő férhetett hozzá? Így van, pontos. Tehát ez csak is kizárólag az önszerkesztésre, így ezek a honlapok? Így van. Ügyészi, megvan kérdése? Igen, egy kérdésem van, amit az előbb említett, az elkövetési időben mi alapján válaszolja? Azt mondta, hogy Chrome-ot használ, az lefordítja a külföldi oldalakat. Mi alapján választotta ki kifejezetten az elkövetés idején, hogy melyik cikkek azok, amik az ön megítélése szerint érdemesek arra, hogy azokat lefordítsa, közzé tegye? Mi befolyásolta ön a döntésben? Tehát azért itt nagyon-nagyon sok cikkről beszélünk. Tehát ugye főleg a Pokol a Földön már több mint 5000 cikkről beszélünk. És próbáljon meg arra fókuszálni, ami a Covid-dal... Igen, így van. Azt akarom pont kihozni. Tehát nagyon sokféle témával, úgymond témával foglalkozott az oldalam, és például a Covid-tól kezdve, akkor a különféle politikai háborús stb. Dolgokkor nem is tudom, hogy életmód, hogy tudom, ilyen fantasztikus dolgok, hogy mondjam, nem tudom. Tehát sokféle. Ugye ebben nyilvánvalóan szerepet játszik az, hogy mire van igény. Tehát mit olvasnak el és mit nem. Ugye mondjuk egy csomó weboldal ott van, ami árválkodik, mert nem olyan sok, ugye sem. Mert nem érdekes. Pillanatban ugye az időben, ugye, főleg a Covid volt az érdekes. Utána megjött az oltás, addig, amíg ezek mentek, addig
volt az öccse. De manapság meg semmit nem olvasnak, meg senkit nem érdekel a háború, főleg hogy az arab meg Izrael, meg tömös az ukrán, stb. Tehát senkit nem érdekel. Ugye, tehát konkrétan kiválogatom ezeket a cikkeket. Van ilyen ügyzóval egyébként, ahol a felhasználók beküldik, hogy szerintük mi a jó cikk, és ugye ott már egy válogatást kapok. És az alapján én még abból szerezgettem. Tehát ami olyan volt, hogy van, akkor ugye megnéztem, elolvastam, és jónak találtam, azokat kitettem. Be van oldva? Szóval se. Bármelyik kérdésre bármikor ezt a bíró is elmondta, bármikor megtagadhatja azt, hogy nem kíván válaszolni a kérdésekre. Miért nincs beoltva? Miért? Ezt egy picit kifejteni bőfett. Arra gondolok, hogy elítéli az oltást, nem hisz az oltás hatékonyságában. Nem hiszek. Tehát nincs mire oltani. Tehát én ezt mondom. Tehát ez egy sima egyszerű influenza, én szerintem, de nem olyan orvos, bocs. Tehát az, hogy én úgy gondolom, hogy az egész kitalált valami, nem csak én. Ha érdekli, le tudom játszani, Schmidt Mária, hogy az állam embere nyilatkozik erről. Három perces, ha érdekli különöket. Nem. Most ezen képezi a választ. Nem, csak nem. Hát pont, hogy azt kérdezte a ügyésznő, hogy hiszek-e benne. Hát nem csak én nem hiszek benne, hanem az állam sem hisz benne. Mert az államnak a tisztviselője, hogy mondjam. Hát nem, csak, most nem kell, hogy elhiggyem azt, hogyha valaki azt mondja, hogy nem, tudom, hogy a halálos vírus, aminek 0,02%-os a halálozás, semmi, vagy 2% nyilas, az is sok. Influenzában többen meghaltak 19 előtt, mint most, 21-től. Többen meghaltak influenzában. Ezek tények, meg lehet nézni. Egyébként én még márciusban jöttem el, 2020 márciusban, teljesen magamtól, mindenféle külső beadástól mentesen, hogy ez egy kamu. Legyen egy nagy kamu. Aztán úgy kezdtem olvasgatni, több helyen megjelent pár dolog, és akkor láttam, hogy nem csak én vagyok hülye. Nem csak én vagyok hülye, más is ezek szerint, amit úgy, hogy nem viszi el. Nekem lenne egy nem jó, hogy ugye nem köteles válaszolni, tehát a következő kérdés. Említette, hogy a Márián kockázatása volt öngyilkos. Igen. Szóval április 28-ig, ugye 28. Most lesz 3 éve. Tehát a vádiratban hivatkozott cikkek megjelenését követően, vagy azt megelőzően? Követően. Tehát én 20-tól tettem közé cikkeket. Ez egy később volt. Amikor a nagy lezárás szerint elrendelték, tudja, 20 november 10-től egész április, vagy májusig, nem tudom. Tehát akkor már a hitunkon meg a különböző volt? Igen, 2020-tól így van. Hát talán van, hogy nyár közepét. Közel 20 mikortól kezdtek közé tenni ezeket a... Valószínűleg nyár közepén, nem tudom pontosan. De azt tudjuk, hogy 2019. szeptemberétől számítódik a úgymond a megjelenése a Covid-nak. Ez a... 19. decemberétől. Hát, már szeptember egyébként. Jó, hát van, igen. December is, tehát ott van egy fél éves luk. Azóta fél év alatt még nem volt ekkora sajtóorgánuma ennek a dolognak. Onnan kezdve jelentek meg ezek a nagy terjedő cikkek, amiket közé tetszik. Ez így van, tehát nagyjából valamikor április-májustól kezdődően jött elő nekem, amikor már rákereste az életbe ezeket. Amikor a Google átfordítja
idegen nyelvről magyar nyelvre, és nem tudom, jól fogalmazok-e, mondjuk lektorálni tetszik, tehát ha iskolás módon fogalmazok, akkor tesz a mondatban a nyállítványt, tehát hogy idézve, aki olvassa, az tényleg ne... Jó, annyiban mondom, és olyan, hogy először használtam a Google-t, aztán találtam egy sokkal jobb fordítót. Nem is a fordítót, hogy a rendszer érdeke, hanem az, hogy ön, amikor ezt megteszi, akkor belegyúl ebbe a szertartalomba, úgymond, hogy én fogalmaztam az alanyállítmányon kívül olyan módon, hogy megváltoztatja, torzítja, befolyásolni akar engem, kommentel, kis glosszától, kis bejegyzéseket tesz mellé, megjegyez dolgokat, csillagoz, stb. Hát szóról, amit az újságíró megír, azt ízítődik a szóról, ahogy fordításban van, szóról az van tartalomban, amit ő írt. Nem tettem hozzá semmit, se az elejére, se a végére, se közé, sem majd nem szoktam be, mert én szerkesztő vagyok, nem vagy újságíró. Szerkesztő, tehát kapok egy cikket, ugye egy újságírótól, a világ legjobb újságíró nekem dolgoznak, azt fogom elolvasni, igen, ez mert benne van, berakom a tartalomban, és úgy, ahogy van, berakom. Amikor nézzük mondjuk egyes csatornákat, tévécsatornákat, bármit. Vannak olyan csatornák, biztos én is láttam már, hogy az elején, még mielőtt elindulna maga a bármilyen felvétel, közlik, hogy ezen tartalom, ez nem a csatorna véleménye, hanem gyakorlatilag egyes személyeknek a magán véleménye, tulajdonképpen fogalmazhatnánk úgy is, hogy a csatorna értényképpen elhatárolódik ettől a személyes véleményektől. Az ön esetében lehet ugyanígy gondolkodni, vagy egy teljesen másról van szó. Magyarul, amit itt a saját beadványnak is tetszik közölni, amit mai nyilvános tárgyáson átadtunk, hogy fogalmazott, hogy pusztán átfordítja magyar nyelvre, rendbe rakja nyelvtani adok, most megtaláljunk hozzá a gondolatot, de egyébként azon a gondolatvilágon, ami ott közelve van ön által, ebben becsatornázódik, beletagozódik, közölje, hogy ez az önnel egyező vélemény, vagy bármilyen módon megjelenik ez, hogy az ő tudatában ez mit jelent, mert ugye itt a szándékosság meg a gondolatlanság vonatkozásában is már jólászi szintekre tetszik emelkedni, és ez nyilván most egy bók része volt a részemről, amellett, hogy tudom, hogy terheti pozícióban tetszik lenni. Igen, tehát mondtam, szó szerinti fordítást kérdez lenni a cikleknek a közvetlását. Igen, hogy nem tettem minden cikket oda, az, hogy az én véleményem ezzel szemben így. Van egy általános felhasználási feltétel, elméletileg azt mindenkinek egyre olvasni, mielőtt olvas a cikket. Én az olvasó, én valamiből tudhatom-e, hogy ez a tartalom, ez ön fejében hogyan jelenik meg? Magyar tartalmas levelek, vagy elhatárolódik szerkesztő vagyok. Közömbös tetszik lenni, hogy valami értelmi. Tehát én egy szerkesztő vagyok, én nem... De senki sem mindenki meg tudja jelenni. Tehát én egy szerkesztő vagyok, ugye egy online újságban. Innen kezdve az, hogy mi kerül be, ezt én döntöm el. Ennyi. De az, hogy én azzal mennyire jövök egyet, vagy sem, az meg független dolog. Tehát megjelenik a cég. Tehát azt én mondom, hogy nem rém hír, csak hír. Rém nélkül. Az, hogy rém hiszi, az egy dolog némelyiknek. De magában híreket tettem közzé. Híreket. Semmit előtt. Nincs neked kérdés, mert egyelőre. Olyan híreket közzé, ami esetleg a másik oldalra képviseli, tehát a Covid veszélyességével létezik a Covid, amit egyébként ön tagad, de ezzel kapcsolatban...
Hát én azt mondom, hogy én nekem is nincs semmi emlékezségem arra vonatkozóan, hogy én ezt megítélek sem valóságban. A lényeg az, hogy voltak ilyen jellegű cikkek is, ami viszont a másik oldalat mutatja le. Hogy felhívta a figyelmet, erre meg arra marad, hogy veszélyes, meg itt jön. De mindenki eldönti, hogy szerinte igaz. Tehát például van így van a felhívási feltétel, hogy mindenki döntse el, hogy mi igaz és mi nem. Tehát ugye a mai világban ez így működik. Ezek a felhasználási feltételek, tehát ha valaki erre a mondatra felment, akkor azonnal szemet szúr, vagy pedig ez egy külön mappába volt valahol? Hát erre ugye mennék mondva, és illetve a jól érzem, hogy jobb oldalt ilyen kinyíró lecskékbe volt a hírre, illetve iratkozás, a felhasználási feltétele, meg még valami, hogy tudom is nem. Ugye, tehát nyilvánvaló, hogy nem feldobja egy oka alakba dolgot a olvasó képét, hogy ezt hol vagy el. Hát ugye ezt... Van egy kérdés, ha már... Kívánni még valamit, annyi, hogy a Szentok ügyészség megkapta-e a város haladványát. Még a bíróságot. Igen, 2023. október 23-ai érkeztetési. Szerintem igen, november 2-án elektronikusan, úgyhogy szerintem igen. De én nincs rajta állni, vagy én nem is nem látok ezen látni. Ezért nem tudom megmondani, hogy ez... Igen, de október 5-e igen a bíróság érkeztetésére. És ilyen a másodikán lekipülve ilyen. Igen. Védelemek is rendelkezésére áll? Persze. Meg akkor viszont nem, de részletében nem olvasom, csak nagyon röviden ismertetek, ebben is tagadja a bűncselekmény elkövetését. Megalapozatlanak tartja, hogy ő Dreaming terjesztéssel vádolnák. Hivatkozik a 2020-as AB határozatra. Konkrétan csak erre. Persze. Gyakorló Attilok ellen véleménynek tekinti. Valóban állítás a hitpult.com oldalról olyan gyakorlatoztottam meg, amit én feliratoztam. Itt is a bizonyítékok előadott. Igazából a ma becsatolt beadvány kicsit részletesebben. Az AB határozatot elemzi. Ezt egyébként a bíróság már hivatalból beszerezte. Nem tudom, hogy részletes ismertetését kívja az ügyészség alapánynak. Vádló. Jó, akkor részletesen átolvastam egyébként, tehát lényegében a mai beadvány a kicsit bővebben. Akkor a bíróság ezt alkalommal is letette. Jó, valamit el kívánom is mondani. Nem. Jó, akkor már egy kérdésem még lenne, ami egy picit kapcsolódik a bíróság utolsó kérdéséhez. Olyan cikkek jelentek-e meg bármelyik oldalon, amiket ön szerkesztett, ami teljesen a másik oldalt képviselte? Tehát, hogy jó a maszk használat, az hasznos, oltassa be magát bárki, tehát ami szöges ellentéte volt azoknak a cikkeknek, amik a vádiratban is ki vannak emelve, és amik. Hát azt, hogy a maszkot használjon bárki, és ezt biztos tudom. Bár, tehát a maszk, tehát azért nem kell fehér és feketén ezt. Igen, tudom, igen. Több olyan cikk is megjelent, ami ugye az állami szférából, a .gov, meg stb. Oldalakról való volt, amiben leírták különféle szakvélemények, vagy nem tudom is, de hogy a maszk az ilyen jó, vagy ezért nem jó, vagy az oltás jó, vagy sem. Tehát egy hatalmas viták vannak a mai napig erről. És senki nem mondhatja azt, hogy neked van igazad, vagy neked van igazad. Ilyen nincsen. Tehát tettem olyan cikkeket is ki, ami mondjuk egy középút, tehát inkább azt mondanám, hogy te, hogy ön is ír, hogy igaz vagy sem. Tehát magában
aztán nehéz eldönteni, mi az igaz és mi a nem. Ez mondjuk egy olyan, hogy tehát tényleg egy középutat képviselő cikkeket is feltettem. Ami nem bírálta, tehát ugye arra gondolok, ami nem bírálta, okvetlen a Covidot, vagy a maszkot, vagy bármit. Az, hogy többségében, akkor így fogalmazok, most többségében olyan tartalmú cikket jelentek meg, ami az oltás ellenességgel, és akkor most így nagyon leegyszerűsítve fogalmazok így, ehhez a kérdéskörhöz voltak köthetők. Ennek mi volt az oka? Az ön, hogy mondjam, tehát az önnek tetsző cikkeket fordította és tette közzé, ez volt az oka, vagy úgy látta a honlap szerkesztés során, meg akár a kommentekből, hogy erre van igény, vagy erre van kereslet? Mi volt ennek az oka? Ezt meg tudja egyáltalán mondani? Nem. Tehát ugye alapból ugye én oltásellenes vagyok. Ugye ezt leszögezhetjük. Ilyen valahogy a cikkeket ugye e szerint osztályoztam úgymond, és tettem ki. Nyilvánvalóan sokat befolyásolt az, hogy melyik az olvasottabb fajta, féle cikk, és nyilvánvalóan azokat toltam jobban. Nem tudom, ez így elég világos? Persze, azt mondja. Tehát megválaszoltam? Tehát alapvetően, hogy az ön honlapja is ezáltal olvasottabb lett? Tehát ahogy várnak össze a cikkeket, hogy hányan kattintanak, vagy még nagyon lesz az ön honlapján, tehát ugye ezzel a kis bevételre kerestem, mennyit egy gondolatban, mint akár a ügyészségre mondtam. Nem, nem van semmit akartam tudni, csak tehát, hogy nagyságrendéről beszélünk, hogy ezek nem nagy pénzek, tehát egy filéreket fizet a Google, hogy mennyire tisztában, ha kell tisztán meg bemutatni, onnan szerintem nem tudod segíteni. Ma. Ez mi pontosan? Ez a mai fizetésem a Google-ből. Jó, mint a fizetésed után kapezzed 9,9 forint. Ma. Én nem is adtam elmaradtam 702 forintot. Tehát nem nagy pénzek adni, mert bárki elálljon, hogy meg kell keresni ezen, tehát azért jó, akkor jobban megteszték. De most már kevés. Tehát nem az első, nem az anyagi volt az első. Nem, csak azért jó esetek is megbecsülés a legjobb is, mert ugye fordult nagyon sok munkát, amíg ezeket a cikkeket megcsináltam. Lefolyogottam, képet stilizáltam, hogy tehát jó, úgy nézzen ki, mint az eredeti, jól nézzen ki. Az összes linket ugye belinkelni az eredeti oldalról, tehát ugyanazok a linket, a szövetkezők is. Illetve a fenntartása, gondolnak, hogy a kárhelyen intéz, hogy 12-20 ezer forint a kárhelyen. Elfordulok, hogy megkérdezni, hogy ügyészményből olvassuk a kormányt, hogy a maszkot én azért hagyom, mert azt tényleg nem eldöntök szerintem sem a mai napig, hogy akkor tulajdonképpen igazán tudom, mire jó, de mondjuk egy lélegeztető lévő, hogy tudjuk, hogy mire jó, hogy arról, hogy egy kórházi járt szabad-e, vagy nem szabad, azt tudjuk konkrétan, tehát ez nem fehér, nem fekete, nyilván egyértelmű, hogy ilyen jellegű témakörökben akkor megvárom még semmi nem csinál. Tehát ilyen jelenti a körökben, de gondolok teljesen másra sem,
ez jutott eszembe, ilyenekben tetszett tájékoztatást adni. Tehát gyakorlatilag jelentek meg erre vonatkozóan önnek cikkeit, tehát például amit tudom én, már nem tudom hány lélegeztetőgépet szereztünk be, például az megjelente, hogy bármilyen én más mondom, mert több ezer átvérlelő felszabadításra kerül, stb. Írtam el a beadványomat, hogy magyar akkorátokást szinte semmit nem közöttem. Tehát ezzel a részben nem foglalkoztam. Amerikai, angol újságíróknak a cikkeit tettem ki, hogy ott mi folyik. Hát azt, hogy Magyarországon van lélegeztető, és az jó, de jó. És az én saját véleményem, hogy igen vagy sem, de ilyeneket nem tettem közé, tehát nem befolyásoltam a magyar közvéleményt, úgymond, de nem kell. Értem. És ami itt most így elhangzott, hogy ilyen azért törekedett arra, hogy többször kattintsanak, tehát mindegy több látogató nézve. Tehát mondhatnám azt, hogy a bocsánat, festés kifejezéssel megulárosítja úgymond a témát, akkor ezek szerint e közé, meg a közé, hogy mennyi az ő jövedelme, ne tegyünk egy erősségjelet, mert ezek szerint akkor most a tantusz úgymond szép vassal lehullott, hogy ebből nem lehetett igazán jó jövedelmet szertenni. Tehát ez a 10 nem tudom, amit mondjuk, mi az 1-10 csemmi árakörbe terpél a párat. Jó, mondtam, már kevés volt, meg a 50-50 volt, az egy 52. Jó, de szóval... De volt 2-300 vagy akár a kettőnek, tehát a kettőnek ezek szerint olyan összecsengése nincs, hogy... Egyébként tetszik, vagy egyre több embernek tetszik, amit ő csinál. Ez nem azt jelenti, hogy akkor ő gyakorlatilag most a palota alá repette a kacsalába. Így van, pontosan. Köszönöm. Tehát nem ez motivált. Világos, tehát a pénz az úgymond a publikum kívül van. Így van. Értettem. Nem mondhatom azt, hogy a Covid engem gazdagált. Tehát a üzleti... Ezt a weboldalt a titominus.hu 2012-ben lettem. Annak, hogy ez egy hobbi oldal lesz. Most kell, hogy különféle, most meg kell, mert mondjuk szállnak. Különféle innen honnan összeszerett orvos nélkül egészségügyi dolgokat, és ez 2012-es oldal. Köszönöm. Tehát releváns. Egy reggeli nyilvános is sem azt mondom, hogy idézését alapvetően mit kíván velünk bizonyítani. Most Tomáshoz kilászló fog következni. Tehát ebben a beadványban, ugye már leszikítettem a kört arra, hogy az egész eljárás jól hagyja tudni. Most belemennünk abba, hogy egyet cikkben ül, és azt, hogy tanulban megvédeni, nem tudom, miért fel van. Volt ilyen, hogy a Luc Montagnard, ez a francia, Nobel-díjas. Tehát alapvetően az egy valóságtartalmát kívánt arról velük bizonyítani? Akár. Jó, hát a bíróság nem kívánt elzárni a bizonyítási indítványokról, úgyhogy meg mint említettem, hogy a bíróváltási volt, hogy veled megidézte a tanukat. Jó. Kívánni még valamit elmondani? Hogy befejezni ezt a Luc Montagnard. Hát az ügyesen megfelelő téged. Bocsánat, nem lehet neked tetszett, hogy ő felszületett, csak amíg megett, nem tudom, hogy cukrot vette be, vagy mikor. Cukrot nem? Engem egy picit zavar, hogy így felszületet is tartani, hogy akkor de hogyha a bíróságot nem zavarja, akkor... Hát értem, hogy igen, tehát a bíróság tekintélyének nem tesz. Nem tekint, bocs, de már nem kaptam elegőt meg. Nem azt mondhatom, hogy nem indokolt, csak... Most kell. Az a Luc Montagnard-es videó, ja, vádba szerepel. És én nem tudok, hogy ő azt mondta. Ez egy Nobel-díjas emberke volt, ő talált a feltársával találta meg az ECIUS termék figyelme. Ugye, mert ő is ezzel foglalkozik különféle hasonló témakörben, és ő nyilatkozta azt, amit nyilatkozott a videóban. Nem.
És ez nem bűncselekmény, hogy én megosztok egy olyan videót, amiben a Luke Montpellier ezt meg ezt mondja. És ő mondta, hogy ő bele nem oltatná meg a világ minden kincsét se. Sőt, tovább megyek. Ha jól viszont most tavaly halt meg, talán tavaly februárban, addig a Wikipédia hozta ilyen nagy, olyan nagy kérdés, tiszteletre méltó, stb. Meghalt valamiért, mindegy, februárban, márciusban a Wikipédia már azt írt, hogy Conteos volt. Ugyanúgy ez a Vernon Coleman, ugye azt is hozta meg a cikket, ő egyes szám első személybe írt a cikket. Én meg úgy folytottam, mert hogy a francba fordítsam le. Ő úgy szintén egy orvos volt, vagy 100 könyvet kiadott, és mi történt? Most 2020-tól beírták a Wikipedia Conteos. Hát, eddig nem volt Conteos. Huszból, amikor ugye felemelt a szavát az egész Covid ellen, onnan kezdve már Conteos. Hol Nobel-díjasokról, PhD-s emberekről beszélünk, akik nem véletlenül kapták a rangjukat, vagy a nem is tudom, miüket el. Na minden, igen, tehát ennyi. Van-e akkor még kérdés? Megnézem, hogy jó. Megnézem, hogy jó. A Rémhirdeli ezt egy műtette miatt Dávid Sándorral szemben